Zitzer! Aktualitások és mélyelemzések a 24.hu heti futball podcastjában. Kálnoki kis Attillával és Kele Jánossal. Sziasztok! Ezúttal Brada Stamással, a SCORE Training System szakmai vezetőjével. Ülünk itt. Szevasz, Sziasztok, köszönöm szépen ismételten a meghívást. Kánoki Kálnoki Kis Attilával állandó... Akkor még egyszer sziasztok! Állandó résztvevőnkkel, én pedig Peleg Dáid vagyok, aki most Janekot helyettesíti, aki éppen igazolta van távol, és a jól megérdebelt szabadságát tölti. Mielőtt belevágnánk a heti témáinkba, előtte kötelező körök, Uh, regisztráljátok a 24.hu-ra, hogyha még nem tettétek meg, iratkozzatok fel a Gégen Pressing hírlevélre is, jobbnál jobb témákkal vártatok el János, uh, lehet neki uh, kérdéseket is küldeni, azokat is nagyon szívesen válaszolja meg, uh, illetve, hogyha feliratkoztak a 24.hu-ra, uh, regisztráltok a az oldalra, akkor jobbnál jobb tartalmakat érhettek el, nem csak sporttémában, most a Sport 24-re egyébként éppen Marosi Gergő írt egy nagyon jó cikket arról, hogy Nagy Ádámnak a helye az kérdésesé si vált a válogatottban, ezt is elérjük egy regisztráció után, de, de más témában is fogyaszthattuk ott tartalmakat, politika, közélet, kultúra, mindent elértek ott, illetve ha még nem tettétek, akkor várunk titeket az Zicsernek a Premier League Fantasy Ligájába. Ide is uh, csatlakozzatok, a nyereményekkel is érkezünk majd hamarosan. Tomi. És hát menet, menet közben is lehet csatlakozni, azt ne felejtsük elmondani, mert igazából egyrészt ugye elkezdődött már a Premier League, de azért sok mindenről nem maradt le senki. És hogyha valaki jól játszik, és a 5., 6., 7., 8. fordulóba csatlakozik be, még akkor is simán élem végez. Persze, még rengeteg, rengeteg van hátra. Uh, annyi, hát ez nem is egy tip, de hogy Hálandot tegyétek be, mert hogy aki nem teszi be, az, az... ő tart a felszínen, így igazából az első forduló óta, mert amúgy ilyen átlagban ilyen kettő pontot hoznak a csapatomban a játékosok, kivétel a Háland. Pont ezt akartam kérdezni, hogy te most játszol -e így az LB után a Premier League fent? Hát megcsináltam azt túlzás, hogy játszom, mert mondjuk voltak ilyen tévedéseim, hogy, hogy, Rodri három fordulón keresztül kezdő játékosom volt, és hogy amire rájöttem, hogy amúgy ő sérült, úgyhogy, egy -két, úgyhogy közben néztem a City meccseket is, viszont annyira nem foglalkoztam vele, illetve ámadott már hetek óta elfelejtem berakni a kezdőbe, és ő nagyon sok pontot hoz egyébként a Unitedból. A... A di uh -huh. diálo? Diáló, igen. Diálo, diálo. Úgyhogy ö, hát az túlzás, hogy játszom, viszont Helen stabilához ezeket a húszat. Csináltál 20, egy 20. El, el, alapkezdőt? Úgy játszott, mint én az ebben. Csináltam egy alapkezdőt, aztán töröltem mindent, és elfelejtettem mindenről. mindenről. Menjen végig, az a lényeg, úgyhogy. De Helen az tart. Én is így kezdem, meg én kicsit talán így érzelmileg elfogult vagyok, és nálam benne van mindig kerkez, meg szobozta is a. Kertkez, is, mindkettő szobó egyszer hozott hat pontot hát, ha jönnek a gólok, meg a gólpasszok, akkor többet fog hozni. na, vágjunk is bele. De most nem, nem. Heti Premier Nem, nem, most nem Premier league ennyi kitérő La Ligával és azon belül a a Real Madridból hoznék egy témát. Ugye azért az hetek óta foglalkoztatja a világsajtót, a hazai közvéleményt, a Barcelona, Real Madrid szurkolókat, hiszen ugye mindig egymást figyelik, és egymás betétársai, hogy most akkor tulajdonképpen minek kellett leigazolni ezt a Bappét, Kilian Bappét a Real Madridnak jó döntés, vagy nem jó döntés, ez játékos részről, Klub részről egyáltalán hogy találja meg a helyét, és különösen azután erősödtek föl ezek a, a hangok, ugye, hogy az első három fordulóban a, a spanyol bajnokságban a jó kilén nem lőtt gólt, ami azért nála viszonylag szokatlan, mert kevés olyan területe van a statisztikáknak Bajnokok Ligájában is, ugye eddig a, a, a francia bajnokságban is mindenhol lényegében pluszba van a kanadai mutatója a lejátszott meccs számához képest, úgyhogy azért ő alapvetően egy meccs, egy gól pluszra van hitelesítve, és pillanatilag, bár már elkezdett fölkapaszkodni, és akkor itt már kicsit úgy jelzem is az én, én véleményemet és hozzá, állásomat. Azért itt most már 6 meccs 4 gólnál jár, de még nem tart 1 1-es mutatónál, vagy minimum 1 per 1-es mutatónál. No, egyáltalán mit szóltok ehhez az átigazoláshoz? kell bármiféle változtatást végrehajtson Kárló Ancelotti annak érdekében, hogy pénnak megtalálja a helyét a csapatban, és egyébként ki tudjon domborodni az a egészen extra kvalitás képesség, ami ebben a, a srácban benne van mi lesz így akkor ugye az eddigi nagy hármassal, Vinicius Juniorral, Bellingemmel, Rodrigóval, hogy illeszkedik közéjük, vagy helyükre, vagy egyáltalán mi van, bár most Rodrigo ugye megsérült, ha jól emlékszem, ugye volt valami? a Brahim, Brahim sérült Bias. meg. Ki? Kicsoda? Brahim, Brahim ja, akkor akkor a helyett állt be a Rodrigo bocsánat, na akkor összekevertem a sorry a témát, de lényeg a lényeg, hogy, hogy ugye azért meg kell találni a helyét, mert ott, ö, ott azért rajtuk kívül is vannak igazán olyan jeles játékosok, akik úgy érezhetik, hogy puff, most ide jött egy ember, és akkor most velünk mi lesz. Na ezt hogy látjátok? Hát a Rodrigót féltették ettől, hogy Rodrigónak mi lesz a helye a érkezésével, de szerintem igazából nem is az a kérdés, hogy Rodrigo hol fér be ebbe a csapatba, bár most ugye Brahim Díaz kezdett helyette a Real Sociedad ellen. Uh, szerintem Bappé-nak amúgy megvan a helye. Ő eléggé világosan nyilatkozott arról Ancelotti is, meg Bappé részről is elmondták, hogy őt 9-esnek hozták ide, ő középen fog játszani. Eddig is az volt, hogy próbált középen játszani, de hát kiment a bal oldalra, amivel a Paris saint inkább többször játszott a bal uh, Viszont az, az nem kérdés szerintem, hogy ehhez alkalmazkodik ilyenkor a Real Madrid, meg az a kérdés, hogy, hogy őt el kellett hozni így, hogy ingyen igazolhatóvá várt, oké, hogy a bérét ki kell fizetni, ami nem olcsó. Meg az aláírási pénz, Meg az aláírási pénz. Ami lényegében kicsit több, mint egyébként a... Mint egy átlag. Mint az átlag, mint, igen. De a, hogy annó... Egyébként ilyen, ilyen 100-tól 150 millió euróig mondanak aláírási pénzt, hogy annyit kapott, ugye, mert ami 70 vagy 80 ér lehetett volna elhozni, és ugye azt általában azt szokták mondani, hogy annyiért oda lehet adni. Ugye egy évvel ezelőtt erről volt szó, ha jól emlékszem, azt oda szokták adni, vagy ezen a szinten el szokták kérni, plusz még, most ő még kért egy kicsikét, mert hát ugye volt egy szaudi ajánlat, ami mondjuk ennek a duplája volt <laughs> cirka, és oda meg ő nem akart elmenni, így aztán azt mondta, hogy oda ja, odaadjátok a felét a szaudi ajánlatnak, akkor én a dúzokba bár, de eljövök ide a, a Real Madridba. Az nekem különösen tetszik egyébként, hogy még be is perelte a PSG-t, és még onnan is lehúzt 50 milliót, ha jól 50 millió Azért az, az, na mindegy, szóval ez egy, ez egy elég, elég más kategória, más szint, mint amit itt mi Magyarországról megszoktunk. De egyébként már alkalmazkodott is be a pérkezéséhez a Real, mert hogy tavalyi 4-4-2-ről átváltottak 4-3-3-ra, és akkor ugye nem volt csatáruk, akkor Bellingen volt a gyémántnak a tetején, most... Bellingham középpás is fog valószínűleg játszani. Ugye eddig nem nagyon láttuk ebbe a szezonban őt, még már megsérült. A Belingem sérült meg. Na, tudtam, hogy valamelyik megsérült a és Ez egyéb... Ezért van könnyebb dolga. Összekevertem a Rodrigóval. Bocs... Bocsánat. Most azért a rájára, azért kicsit így rájár a rúd. Így a, a sérülések miatt. Viszont ugye visszatérve az eredeti kérdése, szerintem gazdaságilag nem kérdés, hogy a Realnak le kellett igazolni a Beppét. Tehát egy akkor a brandről van szó, illetve ugye olyan két brandnek a találkozásáról van szó ebben a, ebben a a házasságban, ami gyakorlatilag ilyen kikerülhetetlen volt. Ugye gyakorlatilag bápi és Real Madrid játékosnak született, most volt neki ezen 4-5 éve a PSG-ben, de alapvetően ugye, hogyha valakit el tudsz képzelni a Real madrid az biztos, hogy ő... Hát ilyen korona ékszer. Igen, abszolút, abszol, abszol hogy egy ki lehet rakni így a, a vitrínbe, hogy itt va, hogy a Bepit is megszereztük, és azért Perez az ilyen játékosokról, nem szokott lemaradni, illetve nem sűrűn marad le. Viszont ugye az a kérdés, hogy mondjuk ha így hosszabb ö, időintervallumban gondolkodunk, hogy ezek a, ezek a koronai mondjuk mennyire váltak be a Real Madridnak, mint mondjuk akár David Beckham, vagy vagy, ö, vagy akár Zidán, vagy Figo, mert többségében azért ezek működtek, ezek a játékosok a rában, hogyha kisebb, vagy hosszabb, rövidebb ideig is, de alapvetően ezek mindig bejöttek, ezek a transferek a reálnak, akkor, amikor már nagyon-nagyon sokan voltak, akkor már nem. Viszont ugye az első galaktikus érából szerintem azért tanult annyit Perez, hogy azért a hátsó régió se néz ki annyira rosszul, mint mondjuk ugye volt ez a galaktikusok és pavonok, az első időszakban, amikor a saját nevelés ingyen abszolút középszerű spanyol alsó szintnek megfelelő játékosok játszottak, és előbb pedig ott voltak a galaktikusok. Ö, én úgy gondolom, hogy egyébként sportszakmailag viszont nem biztos, hogy most ebben a Real Madridban, így 2024. szeptemberében a BP az egy ideális megoldás. Biztos, hogy lehetne biztos, hogy ha Ancelotti választatott volna egy másik játékost, akkor nem biztos, hogy ezt a profilú játékost választja. Ez nagyon jól hangzik, ez a kilences dolog, és én így el is tudom fogadni, meg nyilván olyan, próbál olyan feladatokat adni a, a BP a a, a az Ancelotti, ami javítja a játékát, viszont a csapat játékát egy más típusú kilences, akár egy ilyen hosszú stílusú játékos, egy olyan profil, szerintem sokkal többet tudna emelni Viníciuszon, vagy akár rodrigo vagy akár Valverdén, vagy a társain, úgyhogy én nem vagyok benne biztos, hogy ez, egy, ez, ez most sportszakmailag egy okos döntés. Arról ugye itt az egó kérdés, az meg megint egy másik történet, hogy ez a, ez a három óriási egó, a, a, a Jude, a Vinicius és a bps hogy fogva, hosszú távon megférni, mert Rodrigo az ilyen tök jó oldalon van söpörve így a peremre. szóval ő, ő például nem az ő helye a kérdés, hanem valószínűleg ő lesz a megoldást. Tehát azt a, azt a munkát, amit ez a három játékos nem biztos, hogy bele fog tudni rakni majd a csapatjátékba, az lehet, hogy rodrigo lesz pótolva. Viszont kérdés az, hogy a Real Madridnak Madrid egyáltalán szüksége van, egy olyan csapatjátékra, mint amit mondjuk a City-től, vagy a Liverpool-tól, vagy a Bayern-től megkomponált, tényleg teljesen modern játékot játszanak ezek a csapatok, hogy a Real az, a Real az csak Real Madrid. Tehát a Real Madridnak a Real Madridos dolgokra van szüksége, és lehet, hogy ez, lehet, hogy ez így ebben a formájában úgyhogy nem biztos, hogy mindig jó játszanak, de működni fog ez a, ez a dolog. A igen. De Atletiken volt egy, egy cikk ezzel kapcsolatban, egyébként, amit Dávid is csatolt itt, hogy föl tudjunk készülni kellőképpen. Ami, ami nagyon érdekes uh, húrokat fe, feszegetett ebből a szempontból, az egyik legfontosabb és kiemelendő a személyiség kérdése. Hogy milyen személyiség Kilian Mappé hogyan tud 25 évesen világsztárként becsatlakozni egy világszár csapatba, amit te is ugye említettél, hogy az egók e, hogyan férnek meg egymás mellett. És nagyon érdekes párhuzamot húzott ilyen belső információkra csapattárs e, csapathoz közeli, vagy csapattársakhoz közeli információkra hagyatkozva, hogy Kilian Pappét például Cristiano Ronaldohoz hasonlította, aki ugye egy borzalmasan erős egó, és e, évek óta, ugye azt mondjuk két-három-négy éve, hogy azért ahol Cristiano Ronaldo megjelenik, ott általában szét verődik az öltöző, meg, meg a hangulat, meg minden, és már mindenkinek púpa hátára. Na én például ezt Bappénál nagyon nem érzem, és ezek a cikk, ez a cikk is azt erősíti meg, hogy egy kifejezetten nyitott, barátságos, őszinte mindenkihez pozitívan forduló, és inkább ilyen társ segítség nyújtó még a 28. játékossal is így viselkedik Mappé, ami, ami egyrészt szerintem pozitív, másrészt pedig Nyilván ő is érzi azt, hogy hogy itt nekem kell beilleszkedni, mert itt hasonszörűek vannak, mint én. Ugye, ez az egyik meglátásom. Nem, a másik. De vissza kell futni attól függetlenül, de... tehát lehet valaki jó fejező. Oké, de a kilences pozícióból vissza mennyit vissza kell visszafutni? Vissza vissza Ugye? Az a kérdés, hogy kilences pozícióból mennyit? Rendben kell rendben ő nem fut vissza. vissza. Is a Mert amikor Szélen játszott, az egy másik szituáció volt. Ugye a PSG-vel láttuk azt, hogy többnyire egyébként mondjuk heten védekeztek, és a három ember ott téblából. volt. A PSG-be is volt olyan, hogy szerintem amikor oda ment, akkor se az volt rögtön, hogy óriási nagy egójátékos volt, amikor de megérkezett. Tehát pár hónap, és... Hogy eltelik pár hónap, és lesz. akkor lehet, hogy ki fog jönni az egő. Hát a PSG-ben is láttuk azt, hogy a felelőző vonalnál elkezdett hisztizni, amikor nem úgy kapta a labdát de például. Mert most is meg... Igen, de, de a PSG-ben talán, talán nem voltak hasonló uh, kaliberű partnerek mellett. A Messi meg a Neymar azért igen, az igen, nem, igen de az utána, utána levő időkről beszélünk szerintem. Szerintem nincs. Mondjuk tavaly, tavaly már neki szerintem ilyen szempontból kifejezetten idéző erre. A... De ez egy jó kimunkált PSG volt. Az Ancelotti Real Madridja soha nem lesz ennyire jó kimunkált, mint mint mondjuk egy Louis Zerike csapat. És az nem azt jelenti, hogy a PSG jobb jobb csapat, de biztos, hogy több más jellegű munka van belefektetve. És itt nekem az a kérdés, hogy mondjuk hány egót bír el egy kezdőcsapat, hány játékosnak a... Látom, hogy azért a vin is visszatotyog, a bepés visszatott jog, mert ugye amikor Rodrigo sprintben közlekedik visszafelé, azt, azt a minim, meg a, a Beppé, az nem biztos, hogy olyan sebességgel teszi, meg nyilván letemelés képtelenség ezekkel a játékosokkal, tehát magas intenzitású letemelés képtelenség ezekkel a játékosokkal hosszú távon rendszeresen végrehajtani. Én úgy, úgy gondolom egyébként, hogy Bellingham lesz itt a legokosabb a három közül, és ő lesz az, aki kicsit, beáldozza magát ebbe a rendszerbe. Itt... De itt munkabírás is megvan. Ö, igen, nála, ott meg is ugye? van. Ugye, tehát abszolút ő, meg ő is középpályáról van. indult inkább. Tehát ő, ő egy munkabírásos ember, ő tud szerelni, és igen, már és tud ő mindent tehát tud. Ő, ő vele Míg, me... az, bocsáss Még az előző példánál, ugye a Messinél meg a Neymarnál, ott, ott szó se volt arról, hogy bármelyik is védekezik. Ugye? És akkor még a Bappé sem védekezett, na erre mondtam azt, hogy többnyire heten védekeztek, és hárman tébláboltak elől, mert egyik sem volt hajlandó védekezni. De itt szerintem ez nem áll fönt. A Vinicius junior is én remegyszer látom ugye a saját 16-osán uh, szépen fogni a területét, amikor éppen arra kényszerülnek, és onnan indul mélységből ő is. És ezt szerintem a Bappé is meg fogja csinálni, hogy nyilván miután tök más a játék a Real Madridnak, a Real Madrid nem szokta oda szögezni az ellenfeleit 38 passzal az ellenfél. Uh, szerintem ez a harmadában. probléma, de majd de erre és egyébként akkor lesz, lesz terület is neki, hogy tudjon, tudjon indulni, ugye, mert azt mondják róla, hogy a legjobb területre befutó játékosok egyike a világon. Én arra lennék kíváncsi, hogy most ugye nem volt Belingem, de hogyha Belingem visszatér, akkor ő is ott a baloldalt fog majd uh, játszani, ez, ez látszott már a szezon elején is, és akkor nagyon sokan voltak ott a Tudom, rának úgy, a baloldalán, oldalán, Vinicius Junior, Bappé, és oda mozgott ki, ott van Belingem is, és, uh, és hogy ez probléma-e. Szerintetek? Tehát hogyha -e meg fogják tanulni. Ilyen tehát, játékosai ez, ez, én, én vannak. Én azt gondolom, és akkor visszacsatolok a kis monológom elejére, hogy hogy milyen uh, habitusú karakterű az ilyen kvalitású játékos. Azért ezek a játékosok nem hülyék. Hogyha azt látják, hogy hogy egy Mappé-Kariberű tudású uh, golzsák érkezik a csapatba, ők azt mondják, hogy oké, okay, én is marha jó vagyok, tehát mindegyik ugye ego, de azt tudják, hogy, hogy ő is nagyon-nagyon jó, együtt még jobbak lehetünk. És szerintem van mindegyik annyira intelligens, hogy szép csöndesen meg fogják tanulni. Azok, amik az első meccseken láttunk, hogy reflexzerűen húzódott bal oldalra, és nagyon sokszor egyébként le is fedezték egymás területét a, a Vinicius Juniorral, meg néha még a, Jude Bellingham is ott, ott eltéblábolt az első meccseken, amíg még játszott ugyanazon a kis szűk területen, is, és, és láthatóan zavarták egymást sokszor, vagy ugyanarra a területre labd labdaírája mozogtak, az szerintem meg fog szűnni idővel, és szépen ki fog alakulni, és nyilván az Ancelottinak és a stábjának, a fiának ez az egyik fő feladata, hogy, hogy megtalálja azokat a, az alapmozgásokat három-négy játékos között, ami aztán olajozott gépezetté teszi ezt a, ezt a támadó egységet amúgy ezzel egyetértek a tilával, és én is a végkövetkeztetésem az, hogy, hogy, ez így valamikor majd működni fog. Azt viszont úgy gondolom, Májusra hogy... Májusra Bél körülbelül. hogy Klub <laughs> uh, vb Hogy Viníciusnak az aranylabdája az egy PR katasztrófa lenne a reálnak. Tehát az, hogy az aranylabdás, aranylabdás egy, egy pol, Tehát szerintem ez nagyon rendben van, hogyha Beppé van a legfelső polcon, és akkor egy kicsit mindenki hozzáméri magát, viszont hogyha Vinicius megkapja az aranylabdát is, akkor ő, ő, ő ugyanarra a polcra fogja magát rakni, illetve akár a, akár a közvélemény is, az nem biztos, hogy jó tenne arra elöltözőnek. Itt nagyon jól néz ki ez a barátság, meg nagyon viccesek ezek a kis videók, meg ahogy játszik egymással a két sztár. Uh, ezt majd megnézzük, hogy hogy fog működni hosszú távon, de abban igaza van a télának, szerintem, hogy ezt meg, meg fogják találni, meg ebben óriási mester, hogy ezeket a... Ezeket ebben a, a legnagyobb. Sok, szerintem ebben a legnagyobb. Igen. A legnagyobb ő. Tehát, hogy, hogy ez, ez, ez nem egy gárdió csapat, ez egy Real Madrid. Képzeljétek ezt, ezt a négyes es képzeljétek el. Na, szerinted ott mi lenne? Valamelyiknek biztos, hogy mennie kéne. Azt szerintem tudja, hogy előbb-utóbb előbb valamelyiket kicsinálná. Itt a, egyébként itt, itt elnézve a rejt, azért így most belenéztem, itt már itt pont itt az adásról beszéltük, hogy most a hétvégén megyek Madridba, és most így érdekel is ez a történet, meg nagyon kíváncsi leszek, hogy élőben milyen lesz ez a, ez, ez a hármas-négyes, mert ugye Bellingham elvileg már, már játszik a jövő. Igen. már hétfő van, azt akkor mondja, viszont nem azt már a, mondják, igen, hogy már lehet, hogy a bm Igen. Úgyhogy nagyon kíváncsi leszek, hogy milyen lesz élőben. A Beppé, látom a psg itt Bappéval, Neymarral és messi vel az nagyon rosszul nézett ki, úgyhogy itt kicsit többet várok. Úgyhogy nekem az a, az a kérdés például, hogy mondjuk cross leesett, hogy hogy fogják tudni megoldani. Ez egy, ez egy, ez egy szerintem ez egy nagyon nagy kulcskérdés. Ugye itt Árda Güler most nagyon vissza lett húzva ebbe a 4-3-3-ba, de ugye labdával ők 4-3-3-ba voltak, védekezésben voltak 4-4-2. Tőben, ö, főleg és akkor változtat, mindig változott az, hogy kizárt vissza melyik oldalra, ezt így nagyon intelligensen lejátszották a Sociedad ellen, attól függetlenül egyébként egy rommel voltak szivat vagy gyakorlatilag, tehát három kapu rúgott a Sociedad a hétvégén, úgyhogy elképesztő jól játszottak a baszkok. Viszont ö, ö, nekem az a nagy problémám, hogy nem tud ennek a csapatnak senki se ritmust adni, tehát azokat a nehéz periódusokat, amikor, amikor, nincs, amikor náluk van a labda, vagy meg kéne tartani a labdát azért, hogy hogy ritmus, rit, hogy a nélkül hozzá hozzájuk kerüljön kicsit a kezdeményezés, ez most hiányzik modric, már azért 39, tehát hogy ezt így érdemes rögzíteni ezt hát, a... Meg ő most csak a sérülések miatt játszik. Igen, ja. tehát uh, Csuámeniben, Kamavingában én nem látom ezt a jellegű dolgot. Valverde egy, egy fantasztikus box-to-box, -box, de ő is az a, az a Nem Nem róla mondták, hogy esetleg ő lesz az, aki a cross ezt a hát fajta a a messze, kvalitását át fogja tudni venni idővel? Én nem látom benne. Uh, ugye itt a nyáron megjelent egy marka címlap, amin Rodri-t jelölték meg a 2025-ös célpontnak, ugye a Manchester City-ből, Hát az egyetemes labdarúgás szerintem nem elkészen arra, hogy ez ősszálljon, mert az elképesztő lenne, hogyha Rodri diktálná ezeknek a játékosoknak a tempót. És sokkal magasabb minőségű játékosoknak, mint akár a Cityben, pedig ott is egy De Bruyne, Haaland, Bernardo, Silva hármas van elől. Hát meg oké, hogy elől meg fognak oldódni a problémák, és jól fog működni ez a Madrid, meg hogy a Kroosnak kell találni egy helyettest, és akkor most az Valverde lesz, vagy sem, de hogy mi lesz hátul? Mert Nagy hogy vékonyak, nagyon éve, vékonyak éve, hátul. Éve, éve. És az a zártató ellen is. Ö ezt nem, tudom, hogy hogy gondolták ezt a belső védő. Lehet, hogy egyébként télen lépni fognak így a belső védő igazolásba, vagy akár, hogy arról is volt szó, hogy Mendi, is tud játszani belső védőt, és akkor majd akár Davis felé elmozdulnak, ami ugye hosszú évek óta pletyka a Bayernnél, meg ugye le is jár a szerződés, és lehet, hogy megél nekik 10 millió eurót, hogy, hogy Mendi beljebb tudjon játszani. Szerintem mindenképp szükségük lenne egy belső védőre, hát úgy kicsit vékonynak tűnik, elől, elől viszont elképesztő még így a sérülések után is ez a kezdőcsapat, meg a keret. Hát menjünk a második menjünk témára. A másodikra. Én hazafelé evezek ismét. A... És felcsútra egész pontosan, mert a Puskás Akadémia azért eléggé belehúzott a bajnoki rajtban, nem csak itthon, hanem nemzetközi porondon is szépen Menetelt, és az a, a felvetés, hogy lehet-e, vagy lesz-e a Puskás Akadémia Ferencváros kihívója idén, és ugye erre maga Hornyák Zsolt is ráerősített, hogy ő bizony megcélozná a, a fényesebbik érmet. Hogy látjátok ezt? Mit gondoltok egyáltalán a? a Puskás Akadémia projektjéről, a játékos vándorlásról, a nemzetközi vagy külföldi játékosok, magyar játékosok, vagy saját nevelésű játékosok arányáról. Hogy, érzi, hogy érzitek ezt a most már hornyák alatt 5, 5 éve tartó fejlődési ívet folyamatot, vagy lehet egyáltalán fejlődési ívről folyamatról beszélni szerintetek? Hát. Ha a tabellára nézzünk és megnézzük az elmúlt szezonokat, akkor egyébként lehet, és átlagban 50-55 pont környékén uh, hoz egy szezonba a Puskás Akadémia. Hát 2019-20-as szezontól kezdődően volt egy harmadik, egy második, egy harmadik, egy negyedik és egy harmadik hely. És most is úgy kezdték a szezont, hogy uh, négy meccset már megnyertek. Uh, van már 12. És aztán jött a paks. És aztán jött a, a paks, magus. egy Fiorentina elleni meccs után. Uh, van már 12 pontjuk, és ott olyan vannak olyan a Ferenc Város volt, hogy ugye a Paks is játszott kupa meccset azon a héten, tehát nem egy pihent, nem nemzetközi kupa meccset, nem egy pihent csapat érkezett, hanem két kvázi fáradt csapat játszott. Ugye ez 120 perc volt. Igen. 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 Uh, Igen. Szóval, hogyha a tabalát nézzük, akkor olyan. az elég jól mutat itt Hornyák Zsolt alatt, hogyha azt nézzük, és abba gondolunk bele, hogy egyébként így ez kellene lenni a realitásnak, meg az elvárásnak egy nevében akadémiától, akkor az szerintem egy másik kérdés, hogy az jót tesz a magyar futballnak, hogy mi egy Puskás Akadémiát látunk ott a második helyen, és nem inkább azt tenne jót a magyar futballnak, hogyha a Puskás Akadémia azzal foglalkozna, ami a nevében is benne van, nem és nem azzal játékosokat nevel neki. Hát, hogyha megnézzük azt, hogy hogyan igazoltak az elmúlt években, akkor átlagban elköltöttek másfél eurót, másfél millió eurót minden átigazolási szezonban nyaranta, és többnyire külföldi játékosokat vettek, és közben akiket meg eladtak, az egy Salai Roland, 5-6 évvel ezelőtt 2 millió euró ér az apajának. Sokkal több az, mert 8-9 év lesz, mert ő már 6 évet volt Freiburgban. Igaz, bocs, igaz. Uh, meg meg most ott, egy Komáromi ott, György. Ott, ott, ott volt egy kis vita az ő aladása körül, ugye ott, ott azért inkább kicsempészték őt onnan kis túlzással, és nem volt má más lehetőség, mint jó, akkor menjél, fiam. Meg most egy Komáromi Mariborba. a Transfer Max egy, Ezzel, ezzel, ezzel egyetértek ezzel a típusú uh, kritikáddal, hogy, hogy ha már akadémia és játékosokat nevelünk, akkor értékesítsünk is, léptessünk tovább fiatalokat egyik lépcsőfokról egy magasabb lépcsőfokra, Ebben én valóban kevésnek érzem a, a Puskás Akadémiát. Viszont, ha eltekintünk attól az időszaktól, amikor még Sallai időszak volt, és amíg nem jött Hornyák, addig azt mondom, hogy figyelj, teljesen igazad van, mert ott akkor nagyon-nagyon-nagyon akkor hiányát éreztem annak, hogy hány akadémista, vagy saját nevelésű, korábban felcsúton nevelkedő játékos volt. De most azért úgy összegyűjtöttem, hogy a, a Paks ellen például négy saját nevelés volt a kezdőben, Márk Ráfákos, 19-ves szolnoki, Komáromi nagy, és a Fiorentina ellen pedig Pécsi Ármin és Nagy kezdett, és beszállt Komáromi szolnoki és Vékony Benc, az öt játékos. Tehát, hogyha minden magyar csapat, amelyik Egyébként magát akadémiai háttérrel gondolja. Úgy építkezne, ahogy a Felcsút, akkor azt gondolom, hogy nem lenne kritika, mert a Felcsút valóban vesz egyébként külföldi játékosokat, de jó érzékkel tengelybe vesz, és én azt látom, hogy Hornyák még egészen jól egyensúlyoz azzal, hogy mikor melyik játékosokat építi, próbálja meg kellő meccs számhoz és per számhoz juttatni 18-19-20 éves kortól kezdve, ahogy a Komáromit is fölépítették például, én lehet, hogy egy picikét gyorsabban építettem volna őt, és hamarabb kiszálltam volna belőle, nem tudom, milyen ajánlatok voltak, mert nyilván ez, ez menedzsmenti, külföldi érdeklődés kérdése, szóval és a... úgy hallottuk, hogy volt, de, de mindegy. De az elmúlt de... évek most stabilan játszott. Igen, igen, de eleinte volt azért olyan, hogy nagyon jól indult, és akkor kivették, akkor nem játszott megint 8-10 meccset, akkor visszatették. Tehát ilyen, ilyen nagyon Szerintem azért összességében azt kell mondjam, ügyesen sakkozik a horvát a, a saját nevelésekkel. Most is mondom, itt van ez a Markráf, itt van ez a, ez a, a vékony fiú, aki, akiket látom, hogy már szép lassan befelé. Voltak természetesen olyanok is, akiket például a kristóf, akiket ugye elkezdtek fölépíteni, aztán valamiért elengedték a kezüket, azt én nem tudom megítélni, hogy miért nem találták elég jó minőségnek, vagy valami mások a volt menedzsmenti magatartásbeli szervezetek a többi egyéb probléma, vagy, vagy játékos ö, akarat probléma, hogy nem akart ott maradni. De, de én összességében abban nem látok pillanatnyilag hibát, bár régen rengeteg kritikát fogalmaztam meg tényleg ezzel kapcsolatban, hogy mi a magyar játékosok és a külföldi játékosok aránya. Nyilván van egy-egy meccs, ahol kicsit eltolódik erre, vagy visszatolódik arra, de összességében szerintem ott, ott jól sáfárkodnak mostanában ezzel a sztorival. Én amit, amit mondom még egyszer, hiányolok, az az, hogy, hogy azért a magyar bajnokság mégiscsak 23. 24. Európában. Tehát egy játékos lejátszik fiatal 22 éves korára 100 meccset, mint a Komáromi, akkor abból már lehet, hogy 50-60-70-nél ki kellett volna szállni, és följebb kellett volna léptetni. És azért nagyon fontos a játékos följebb léptetése, mert a sport már olyan, hogyha nem talál a játékos újabb kihívást és motivációt, mert úgy érzi, hogy ez neki már megvan ez a szint, akkor nagyon hamar vissza tud esni az ő teljesítménye. És ezért kell mindig szintről szintre léptetni a futbalistákat is, mert, mert hát a látjuk, hogy a futball is szintekből áll a nemzetközi futball is, és ha tovább tudsz lépni, akkor tudsz fejlődni. Akkor tudsz hasznára válni, visszajöve a magyar válogatottnak, és akkor nyugodtan kitérhetünk arra is, na de mi van, hogy ugye a, magyar, válogatott, válogatot mennyire vékony. Na de ugye? Mi van, akkor, hogyha ez a játékos egyszerűen nem olyan jó, hogy feljebb tudod léptetni. És Ez mondjuk 18-19 évesen meg... nem azért nem ment el a komárom, mert hogy a Puskás Akadémia nem akarta volna őt feljebb léptetni, vagy ellenállt volna, hanem volt. mert hogy nem volt jó annyira. Na, és most é, de a, de nem de értem, hogy egy az az maribor az viszi el. Ah, a szó... maribort azért ne nézd le. Nem, nézem nagyon le, Én nem most nézem. láttam őket egész közelről, azok nagyon jó, nagyon jó csapatok. Nem Ez nézem le a Maribor, de az Háromszor de... voltak BL csoportkörösek az elmúlt időben, azért mondj egy csapatot Magyarországra, amelyik ezt meg tudta csinálni. Nem. Ugye a, a szlovének most is két csapattal vannak azért ott a 30. helyről az európai csoportkörökben ugye ez a 30 meg 23 ezt inkább így mérném, hogy, hogy, a nemzetközi porondon hány játékost értékesítenek, és hányszor vannak ott a csoport körmagasságában. Azt kell mondjam, hogy a szlovénok többször vannak ott, hiába 30 helyen állnak a bajnoksági rangsorban. Én akkor úgy tenném fel ezt a kérdést, hogy a, a, a felcsúti tempótlás munkának a, a teteje, ahova értékesíteni tudnak, akkor ez, ez lehet a Maribor? Nem, szerintem. Szerintem Maribor, Ausztria, Svájc, ezt, ezt a, ezt a vonalat, De egyébként minden magyar csapatnak ezt a vonalat Igen, kellene hogy ezt, ezt Tehát... Mondjuk Komáromi, Komáromit leszámítva, lesz vagy Komáromi mellett kik voltak azok a játékosok, ugye Kern Martin most ugye a Sturm, Sturm Gráczba igazolt, a nyáron ugye ő nem ő látványosan nem játszott ugye az első csapatban. És ingyen ment. Igen, igen, ugye, valószínűleg lehet összefüggés is a két dolog között, hogy miért nem játszott, és miért ment el. Ingyen. Én pont ezt mondom kritikaként, hogy, hogy ugye valahogy a játékos építés menedzsmentjében ezt a lépcsőfokot hiányolom. Ö egyedül a Puskás Akadémiánál pillanatnyilag. Tehát az, Úgy, hogy, az, hogy mennyi, ját, mennyi, saját nevelésű játékosnak adnak lehetőséget, és milyen játék, azt, azt, mondom, hogy figyelj, lehet, hogy egy picit lehetne több, de az, az, az a magyar átlaghoz képest nagyon is tisztességes. Azt nem szabad elfelejteni, hogy ők, ők választanak először erről a piacról. A, az utánpótlás piacról. Tehát ők az elsők, akik, fe, akik tehát a, mondjuk ugye ilyen amerikai major sportok sportos hasonlathoz, ugye az első, tehát a draftolásnál, nekik mondjuk az első tíz játékosnál választási joguk van gyakorlatilag, ugye ők, ők a leg, leginkább kiemelt akadémia, és ők, ők tudnak a legjobb játékosok közül választani. Ö, egyszer már beszélgetem egyszerűen... A egy... legjobb játékos az a relatív. Ők választják ki. Tehát az ő kiválasztó, az ő kiválaszt, igen, ez relatív, viszont az ő kiválasztási. Ők választják ki azokat a játékosokat, úgyhogy ők mondják meg, hogy szerint ki a legjobb játékos, és akkor vagy a kiválasztása minőségével, vagy a fejlesztés. É, ez honnan tudod el? egyébként tomi? Tehát ez úgy van, hogy. hogy hát gyak... Mi addig nem lépünk előre, amíg ti tizetlen nem választottak. Nagyjából ez Így, így azért az elég sok szülővel, meg edzővel, meg, meg full utánpótlásban mozgó emberrel beszélek, és ugye nagyjából mindenki felcsúttott, tartja a legkiemelkedőbb akadémiának, illetve ugye ott vannak a legjobb körülmények is, leg, legtöbb, legnagyobb lehetőség arra. És általában ez egyébként az úgy szokott lenni, hogy egyszerre már beszéltünk is a vasosnak, hogy milyen nehéz helyzetben van mondjuk ilyen, mert a legjobb játékosaikat simán elviszi az MTK, a felcsút, vagy, a, vagy akár a Fradi is. A felcsút előbb igazolnak felcsútra ezek a játékosok így fiatalon, akár 14-15 évesen. Ezen, nyilván ez egy nem kimondott történet, de azért az látszik, hogy nekik azért elég nagy vonzenek. Viszont vonzere ezek szerint több van. több fiatal is játszik a felcsút első csapatában, mint mondjuk a vasárnak. Így van, Hán? így van. Viszont ez a, a ennek, melyiket mondjam? még? Foruljam? Hogyha ez a plafonja ennek, hogy Ausztriába tudunk értékesíteni, akkor a, vagy a Mariborhoz tudunk csak értékesíteni, tehát nem tudunk topligába értékesíteni akkor az a kérdés, hogy, hogy ennek mi lehet az oka szerintem. Hát ez egy nagyon jó kérdés, de egyébként ez alapvetően menedzsmenti és klubmenedzsmenti kérdés és probléma, hogy, hogy, hogyan volt berendezkedve, és remélem csak múlt időben fogalmazok, mert egy-két klubnál én már látok pozitív előlépést az illetően, hogy régen úgy voltak berendezkedve a magyar klubok, hogy ültek, mint halavízben, aztán majd lesz egy témánk még, amit esetleg ide kapcsolódik, hogy ültek mint hal a vízben és akkor nyáron jöttek mindenféle menedzsmerek külföldről meg egyébként és ajánlgattak nekik tucat játékosokat és nekik az egyszerű az volt, hogy akkor jó hozzunk ide egy embert, megnézzük majd milyen lesz. Ma ez talán már egy-két klubnál azt kell mondjam, hogy változott, és nyilván most már próbálnak Magyarországon is egy-két klubnál árnyékcsapatokat építeni, de, de az, 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 a, az a nyitott ajtó és nyitott ablak, kapcsolati háló és tőke, az szerintem még mindig nagyon-nagyon hiányzik, ami ahhoz kell, hogy egyébként neked olyan partnerklubjaid legyenek, ahova te már kihelyeztél egy-két-három játékost, nem milliókért, hanem 2-3-400 esetleg UEFA nevelési költségére, ami durván 250-300 euró egyébként, tehát az sem egy elhanyagolható összeg. Kihelyeztél már 2 3 4 5 játékost, és ők megfeleltek egyébként. És akkor utána már tudsz 400 ezerért kihelyezni a következő évben vagy fél évben, aztán 500 ezer, aztán 800 ezer, és lehet, hogy lesz olyan, akit el tudsz adni majd másfél millióért, mint a komáromit. És akkor, akkor azt tudod mondani, hogy figyelj, kit, kitettem most már 12 játékos, nekem már van hitelem ezen a piacon. Van 3-4-5 ország, célország, célklubja, akivel nekem jó kapcsolatom van, ismerem a sportigazgatót, ismerem a klubmodellt, ismerem milyen karakterű pro, profilú játékosokat keresnek. Én erre a piacra nevelek játékosokat. Szerinted megvan az, ez a osztrákok, tudatosság? az osztrákok? Az osztrákok Bundesligában nevelnek játékosokat, Feketén, fehéren van, olyan típusú karakterű játékosokat nevelnek, ami a bundesliga kell. Nyelvazonosság van, fotbalazonosság van, oda arra a piacra termelünk, mi ebből élünk, pont. Öt ki van mondva? Nálunk ez nincs kimondva, nálunk ahány klub annyiféle, és sajnos az NB1-es kluboknak a 80%-a, 70, mondjuk nem tudom, hogy jó számot mondtam-e, még mindig ül és várja a téli, meg a nyári átigazolási időszakban, hogy jöjjön mindenféle szernbosnyák, ilyen olyan menedzser, és akkor tologassa le a torkán különböző játékosokat. Na én ezt, ezt szüntetném meg. Igen, nekem az a fő problémám ezzel az egész, hogy nem biztos, hogy megvan ez a fajta tudatosság, mint amit említettél az osztrák példán. Ez, egy hát tökélye, ez, tökélye, biztos, hogy ni ez biztos, hogy, tehát, nincs hogy ennek mert, A látszik, hogy kérdés, nincs. hogy van-e akarat egyáltalán ennek a változtatására. Ö, ugye itt a hornyák interjúra egy kicsit még reflektálva, hogy ugye ő azt mondta, hogy reálisan egy játékos tud évente beépíteni az akadémiáról, ezt maximálisan adom. Tehát nem... Igen. Na, ez ezt, tök, kell egy tengely, ez egy, egy olyan tengel, aki mellett tud nevelkedni az ember. Igen, erről pont ellen múlt héten beszéltet hogy ez egy nagyon jó gondolat volt, mert nem emlékszem, hogy ki mondta, hogy hogyha van 5-6 játékosod, és akkor akkoré gyűjtöd a külföldieket. Talán én minőségi voltam. Kül... <laughs> minőségi hozzászólás volt. Köréjük gyűjtöd a külföldieket, akkor nagyon-nagyon jó. Ö, ugye ez megvan a Felcsúknél, ugye Nagy Zsolttal, Szolnokival, Még ha lenne 4-5 ilyen játékosuk, akkor szerintem az embereknek ez egy könnyebben befogadható történet lenne, és amit Hornyák is említett, hogy talán jobban megkedvelnék az akadémiát, ez viszont mindenképp eladni kell, és mindenképp termelni, hogy, a, hogy az akadémia név az valóban egy, egy reális a legjobb reklám, Gondolat a legjobb Tehát én, én, valahol azt nem látom a magyar futballban, most a magyar futball klubjaiban, hogy ezt, ezt elfogadnák, és ezt belátnák, hogy nekem a saját magam munkájának a legjobb reklámja, ha én tudok értékesíteni. Főjebb léptetni játékost. Én azt látom sajnos, hogy a klubvezetők többségénél, és itt nem a labdarúgó szakemberekre gondolok, hanem inkább a tulajdonosokra, vagy a szoktam mondani a a kijelölt emberekre, akik tulajdonolnak Magyarországon klubokat, nyűg a labdarúgó, és ezen fordítani kellene. A labdarúgó a legfontosabb eszköze ennek a játéknak. Tehát ezt, ha, ha el fogjuk tudni érni, hogy így lássák a tulajdonosok is, a maguk valóban tulajdonosok legyenek azok a tulajdonosok, és valóban e, úgy gondolják, hogy ebből pénzt lehet csinálni, és azon keresztül lehet pénzt csinálni, hogy a labdarúgó a legfontosabb eszközehez és a legnagyobb érték. És erre az értékre vigyázz, nem kell elkényeztetni, nem kell kinyolni a feneküket ezeknek a srácoknak, de ők az érték. Építeni kell, nevelni kell, képezni kell, lépcsőfokról lépcsőfokra kell léptetni. Ebben nagyon-nagyon sok ember, nagyon-nagyon sok munkája kell legyen egy klubban, és amikor megtaláljuk azt, aki tovább lehet léptetni, eléri azt a szintre, akkor tovább léptetjük. Ez így kellene működjön Magyarországon, elsősorban. Nem pedig úgy, ahogy most működik kvízezünk egyet. Na, uh, izgultak? Múlt, múlt héten Attila, te nagyon jó voltál te a kecskés ákossal. Te a... már meg vagy a hónapra. Én már ez két hónapra is elég nekem, <gül> <gül> egy ekkora találat. Szerintem ez nem annyira nehéz <laughs> a mostani. Ne, nem, egy, nem egy Viktor Oszimen. Uh, első állítás. Még nem voltam 30 éves, amikor a visszavonulás mellett döntöttem. Eddig ugye ez akár én is lehetnék. Sok, igen, vagy Rudolf Gergely. Bárki lehetnek elvé, aki focizott valamilyen szinten. Jó, második. Felnőtt pályafutásom első menedzsere Thomas Tuhel volt. André le. Na ez... Mondtam, hogy ez nem lesz nehéz, <gél> meg vagy. Menj már, ott voltam, hogy a Tuchel volt menedzser, is, én még fel akartam tenni ezt a kérdést, nekem ez nem volt meg. Süle volt B. Szalai 3-as, akkor robbant be a ugye, és a Tuchel volt a, menedzserük, volt hogy az első hét fordulóban mindegyik meccset, meccsüket megnyerték. Ja, már menedzser, mint edző? Igen, igen. Ja, bocsánat, én, én azt én hittem, hittem, hogy effektív menedzser. Még a Bayern is meg. Az edzője én is szó, szó aztán a most nagyon sokat túrázik, például olyan helyeken, mint ahol most a Janek is jár. Azért ez uh, az szép volt. Új, köszönöm. Úgyhogy az ő élet, élet eléggé tisztában vagyok. Igen, hát 2010-11-es szezon, hogyha jól emlékszem, az a Mányci. Még, amikor még... a Holdbival is szalajádámmal Hát ez így már, mert, így mert a számokban nincs meg, de azt tudom, hogy például Szalai gólyával verte a Bayern járt, igen. az Allianzban a, a Mainz. nem is egy óri bort. óriási góllal, igen. Csak hogy igen. üzenet azoknak, hogy akik ugye általában mindig leszokták húrogni Szalai Ádámot, meg a karrierjét, meg -evet, Én bárhol bárki ellen megvédem, nagyon Azért ott, ott, nagyon nagyon-nagyon nagyon karrier mindig. van mindig. a háta mögött, és le a kalappal. Uh, még azért felsorolom, hogy milyen állításaim lettek volna, uh, ez így uh, gyorsan. Benne. Hát ezért <laughs> elmondom, hogy a harmadik az lett volna hogy karrierem, bár viszonylag hamar véget értem, így is megfordultam három ország, két csapatában, hogy játszott Angliában. Chelsea-ben, a fulham és a Mainz. És a Dortmund. Mainz, Dortmund, Dortmund Leverkusen, Wolfsburg és volt egy Spartak Moszkva. Na, ez már nem volt. Dortmund, Dortmund. Volt még egy negyedik állításként egy olyan, hogy legnagyobb sikeremet a válogatottal értem el, de külföldön egyszer bajnok lettem, otthon pedig kétszer kupagyőztes, ugye Wolfsburg és Dortmund a és világbajnok. Be, és világbajnok 14-ben, és az utolsó, az ötödik állítás lett volna az, hogy Szalai Ádámon és Louis val együtt alkotott bandában én voltam a gitáros. Ugye ikonikus gólőre voltak. Igen, és még ar arról is hogy ugye a Brazil 7 egyenő rúgta az utolsó két gólt, ugye 5-0 után ugye leálltak a németek, mert ugye nem akarták tovább alázni a, a, brazilokat, ugye ez egy ilyen nyílt titok lett, hogy ezt elmondták utána a német játékosok, hogy hol Löw mondta nekik, hogy ezt most így ízi srácok, mert ez sok lesz, és a sül ezt nem annyira vette figyelembe. Ő, hajtott. Ő, ment ugyanúgy, mintha 0-0 lenne, és rúgott két gólt. Meg ő adta a a azt a döntőbe. Na, uh, gratulálok, és uh, térjünk át a harmadik témánkra, mely a harmadik témánkra, én is hoztam egyet. Uh, Michael Cuxnak volt az Atlantiken egy érdekes írása, azzal a címe, hogy túlbecsüljük e az analitika modern futballra gyakorolt hatását. Uh, itt Cox azt feszegeti, hogy igazából uh, ma, ahogy a játék, játékra nézzünk, és egyre elterjedtebb ez az adatos szemlélet, az nem biztos, hogy hogy megmagyarázza azt, hogy hogyan fejlődik közben maga a játék. Tehát hogy nem biztos, hogy az adatos szemlélet elterjedése miatt látjuk azt a fejlődést a pályán, ami végbe ment az utóbbi években. Ő erre azt a példát hozza, hogy az 1960-as évektől megfigyelhető trend az a labdarúgásban, hogy ha uh, a világbajnokságoknak a statisztikáit megnézzük, egyre kevesebbet lőnek távolra a játékosok, egyre kevesebb 16-oson kívül szerzett gól van, és ez ugye jóval az adatforradalom uh, uh, előttre datálódik vissza, tehát nem az utóbbi 10-15 évben indult el az, hogy egyre kevesebb uh, távoli lövésből születik gól. Szóval, hogy valószínűleg nem, nem abba keresendő, itt a, nem, tehát valószínűleg nem ott van a kutya elásva, hogy uh, itt az XG modelleket bújják a, a játékosok, kosárnál, ugye ahol megszűntek a középtávoli dobások, mert egyszerűbb fél métert hátralépni vonalon túra, és onnan már hármat ér. Ugye ott egy, egyébként effektív kimutatható ennek a statisztikai hatása, itt Igen. nyilván nem annyira. Szóval hogy valószínűleg nem azról van szó, hogy itt az XG modelleket bújják a játékosok, és azt nézik, hogy fú, onnan nem löve meg. A löböm játék el. szerkezete olyan, hogy, hogy kevésbé van lehetőségre? Nem? Igen. Igen, meg azt, hogy Jonathan Wilson is reflektált erre a cikre, és ő azt mondta, azt írta a guardian hogy az is, hogy a taktika hogyan változott, az, hogy hogyan állnak fel a csapatok, itt behozta a Guardiúl a hatást, illetve az is, hogy a, a pályáknak a minősége, az hogyan javult. Tehát régen valószínűleg, amikor régen sáros, mudvás, göröngyös pályán játszottál, akkor nem próbáltad betolni az ötös a labdát, mert hogy akkor azt hát, hogy jól, nem fogod oda menni. Területek voltak gyerekek. Hát azért ott, ott, ugye a modern futball az a terület szűkítésre épül, ugye, vagy védekezésbe is már ugye letámadsz és területet szűkítesz a labda körül, vagy amikor, vagy bocsánat, hogy van? Igen, tehát ellenfél védőharmadában kezdesz el védekezni azzal, ugye, hogy letámadsz, talán így jól fogalmaztam? Igen, ugye kicsit belezavarodtam, igen. Vagy ha már ugye a saját védőharmadodban van ott, ott is területet szűkítesz a labda körül. Na most, hogyha területet szűkítesz, ott azért nagyon nehéz megtalálni azt a részt, ahol el tudod lőni 20-ról, 22-ről, 25-ről, pláne mint Hán 30-ról, 35-ről, ugye annak idején hát mekkora csodálatos gólokat lőtt. Hármat, négyet, talán S... többet ő sem ezzel, ezzel, kapcsolatban, bocsánat, arra lennék kíváncsi, a véleményekre lennék kíváncsi, hogy ti hogy látjátok ezt, hogy a, ez az adatforradalom, ami végbe ment az utóbbi 15 évben a labdarúgás világán belül, ez mekkora hatást gyakorolt valójában a játékra, ahogy ma játszák ezt a top ligákba. És mielőtt ezt így elmondanátok és meg, megbeszélnénk, előtte én készültem egy, egy táblázattal, amit megkaptatok mindketten kinyomtatva. A nézők és hallgatók kedvéért fel fogok olvasni statisztikákat. Ez egy, ez egy mérkőzésnek a, a fő statisztikáit mutatja meg. Van egy A csapat és egy B csapat, és most Attilát is, uh, Tomit arra fogom majd kérni, hogy találja ki, hogy mi lett a végeredmény, mi lett a végeredmény, és melyik csapat nyerhetett. Mondom a fő statisztikákat. Labda birtoklása az A csapatnak 52 a B csapatnak 48, passzok a 16-oson belülre A csapatnál 19, B csapatnál 11, szögletek A csapatnál 7, B csapatnál 5, veszélyes támadások A csapatnál 55, B csapatnál 34, elvesztett labdák A csapatnál 69, B csapatnál 76, lövések A csapatnál 18, B csapatnál 14, kaput eltalál lövések A csapatnál 13, B csapatnál 12, sikeres szerelések A csapat 5, B csapat Szerintem 4-2-re nyert a B csapat. Szerintem 0-0 lett. 0-0 lett. 0-0 és 4-2. A valóságban ez a már az imént megénekelt uh, németország uh, vagy braziliai VB-ről a egy hét. Ó, oh. és, és ah, a, bocsánat, kérek. És itt, és az átcsapat az, a Brazília. ez a Brazília. Brazíl. Brazíl. Ezt, tudtam, ezt láttam én is, hogy magasabb volt. Én, én azt azon gondolkoztam, hogy 13 rá. kaput és meg 12 kaput és ott biztos, hogy sok gól volt. Ugye ezért mondtam 2-4-et. Hát ez mert, mert azért jó, az xg nem látjuk, hogy milyen helyzetekből hogyan találták el a kaput, de azért... Nem volt XG? egyébként egyébként annyival magasabb a nem. németeknek. 1,62 volt ott a brazilok Ott a klasszikus az, 3, az 3, volt, hogy 10 minden kapura mellővés bement kis túlzás. 3,15 volt a németeknek. Szóval egyébként az XG alapján se kellett volna ekkora különbségek kialakulni a csapatok között. Ez egy mentális blackout volt a brazil. De hogy mennyire félre, tudnak, mennyire félre, tudnak, vinni ezek a statisztikák, hogyha így utólagosan próbáljuk értékelni a meccseket. Uh, erre akartam ezzel így reflektálni. Ez egyébként a Football Hackerek című uh, könyvből uh, van, van, kiszedve ez a statisztika, és a, abba idézik Christopher Clemens, aki a német válogatottnak a vezető volt, 2014-es VB alatt, akit arról kérdeztek, hogy milyen szerepe volt szerinte az adatelemzésnek abban, hogy végül ők emelték a magasba a trófeát, és Clemens azt mondta, hogy elemzőként figyelmen kívül hagytunk szinte mindent, amit az elmúlt években tanulmányoztunk, a labdabirtoklástól töltött időtől kezdve, a vertikális passzokig is így tovább. Egyre biztosabbak vagyunk abban, hogy nem áll rendelkezésre elég valódi információt nyújtó adat azokról a dolgokról, amelyek sikeresét tesznek a labdarúgásban. Hát mondjuk azóta eltelt tíz év azért, és ez az adat, adatfeldolgozás annyit finomodott most már, meg olyan mélységű, hogy az, az valami elképesztő. Én mondanék két részterületet, amit szerintem mindenképp megváltoztatott az adatforradalom. Az egyik, ezek a set a, tehát a, a, a szögletek, pontrugások. Önnek a, a reagálása azokra való, azokra való felkészülés. Ugye, ugye ez már statisztikailag a kimutatható, hogy ugye iszonyat nagy esélyed van. Meg, van, meg, mikor van nagy esélyed akkor, ha amikor kiszögletet végzel el, egyből beíveled, mekkora, hány százalékát lehet a góloknak ugye, pontrugás után elérni. Ugye, hogyha valaki egy kicsit jobban helyezi erre a fókuszt, akkor egy erősebb Ö, tehát hogy ezzel könnyű, könnyebb sikereket elérni, ugye akár a, a, a Michelin példája, ugye a Brandford. Csank eh. János ezt már Igen, ő, nélkül ő is statisztika nélkül is vágta. Nélkül is. Egy fülére épített semmi ja, másra, mert... nulla statisztikára. <laughs> majd utána elmondom, hogy mi a közös pont a másik terület a másik pedig a scoutingnak a területe, amit biztos. Na, hogy na meg, én pont ezt emelném. Például. Amit megváltoztatott Leginkább. az adat, tehát sokkal tudatosabban, sokkal pontosabban tudnak kiválasztani játékosokat klubok. Pont a nyáron volt egy, ilyen, egy egész hosszú beszélgetésem a Csernus Attilaikkal, meg a Borbéimivel a, erről az egészről, és a, ami nekem ilyen, ami abból az egész beszél, nagyon sok minden megmaradt a beszélgetésben, mert nagyon végtelenül érdekes volt, meg nagyon jól éreztem magamat, hogy a gondolkodást változtatta meg az adat, és a gondolkodás megváltoztatta a scoutingot, scouting megváltoztatta a pontrugásokat, és a képzés is meg fogja változtatni. Tehát teljesen más, hogy képzel, képzel játékosokat ezeknek az adatoknak a tudatában, mint az ezeknek az adatok vannak sejtéseid, meg voltak sejtéseid, de nem tudom, hány százezere vagy hány millió ember dolgozik a labdarúgásban edzőként a világon, világ minden pontján. Biztos, hogy másképp, én, mi biztosan másképp gondolkodunk, ugyanúgy, ahogy régen mondjuk a körver, Will körver, Körvernek a, a módszertona, hogy mondjuk hányszor lehet beleérni egy edzéssel labdába, és azt pedig soha az életbe senki nem mérte. Mi már mérjük azt, hogy 3000 szel egy egyéni képzésen nekünk bele kell érni a gyereknek a labdába. Tehát nincs olyan, hogy nem ér bele 3000 szel mert akkor nem végzed jól a munkádat. Tehát ezek az adatok megváltoztatják azt, amit csak sejtettél, vagy azt, amit, amiről egy, vagy egyáltalán fogalmad nem volt, de ennek a tudatában teljesen máshogy tudsz edzeni, máshogy tudsz felkészülni arra, ami a pályán történik. Tehát ez biztos, hogy megváltoztatta, és hogyha a gondolkodás megváltozott, akkor nagyon sok minden meg fog még változni. Ennek még nem biztos, hogy elértük a végét, de szerintem az adatforradalom abszolút nincs a tetején, a, a vagy nem ért el a plafonját, vagy nem ért el azt, a, ahova mondjuk ki tud futni majd tíz év múlva, öt év múlva, nem akarok időintervallumot mondani, viszont az biztos már, hogy a pontrugások, ugye mindenhol pontrugás edzők vannak, mind bedobás edző volt. Lásd a, a Liverpool BL igen. Az azt a gólt, amit... amit az, a, az, igen. az igen, Alexander az Alexander Utána ki is derült, hogy kielemezték a szituációkat itt a bedobásnál, is azt fülelték le. Olyan, abszolút, és ugye ugyanúgy a scoutingnak sokkal pontosabb a kiválasztás, nagyon-nagyon pontos ö, képet kapnak a játékosokról az adatok Köszönhetően a klubok. És ez már ez már egy akkora változás, hogy, hogy ez ennek van hatása a játékra, sokkal minőségibb. És Ör itt visszatérhetünk az előző klubbal. témánkra is, ugye, hogy milyen játékosokat kell neveljünk, és akkor megjött egy új szó, hogy játékos profilokat Profil. keresnek ma már különböző az statisztikai mutatók az adatok alapján. Adatok alapján. Abszolút. O oké, kiválasztásnál abszolút látszik ennek a szerepe, meg az előrelépés. Csak itt a cikkben is arra utal Káksz, hogy ez a, a, pályán egy meccs alatt mondjuk így nem jön ki, hogy éppen azért játszik, jó, vagy változtat egy edző, mert hogy az adatok alapján azt látta, hogy neki ott úgy bele kell nyúlni, és hogy erről nincsenek, nincsenek beszámolók, hogy hogyan változnak ezek a csapatstratégiák a számok függényébe. is. Lehet, hogy még nem érett meg erre se a közbeszél, de... se a csapatok. Vagy, de, vagy, de vagy, azt mondom, ugye, hogy alapvetően azért ezeken a szinteken, amiről a Michael Cox is beszél, azért ö, elég jó szakemberek ülnek. De egyszerűsítsük le az NBA szintjére. Tehát én azt el tudom fogadni Bognár Gyuritól, hogy neki a meccsen nem kellenek adatok, mert ő látja. Az adat szerintem egy, egy teljes játékképnél a mérkőzés után, vagy a mérkőzésre felkészítésben csak ráerősít bizonyos meglátott dolgokra, hiszen egy jó edző azért kell lássa az ellenfélen is, hogy milyen játék kapcsolatok vannak, ki az a játékos, aki körülforog, ki az, aki mindenki tudja, hogy a Krósz szabja a játék ütemét, mégse tudják megakadályozni a Krósz abban, hogy a játék ütemét szabja. Tehát ugye ezt mindenki tudja, akár állítottak három embert is, de mégsem sikerül mondjuk tízből egyszer sikerül elrontani a cross játékát. Vagy annak idején mesélhetném a csáviállonzó játékát is, ugye, hiszen hasonló mélység irányítóként játszott ő is. És és mégsem mindig tudták csak egyszer-egyszer megakadályozni. Tehát látják ezt az edzők, Maximum a statisztikák ráerősítenek erre. Én egyértelműen azt mondom egyéb iránt, hogy a, a teljes mértékben egyetértve, hogy a, a rögzített szituációknál, pontrugásoknál, bedobásoknál nagyon-nagyon nagy mértékben lehet használni ezt, míg a fő fókusz az a játékos kiválasztás és játékos fejlesztés az, ahol a statisztikáknak szerintem nagyon-nagyon-nagyon nagy szerepe van. Um. Az adásunk végére értünk, de mielőtt elköszönnénk így a három harmad című podcastunk Rózsaszín Farok rovatának mintájára. Szeretném, hogyha mi is valamilyen pozitívummal zárnánk ezt az adást, úgyhogy arra kértelek titeket itt az adásról, hogy gondolkozzatok el azon, hogy milyen olyan történet volt az elmúlt egy, hét, egy hétben a labdarúgás világában, ami megbelengedte a szíveteket, úgyhogy Tomi, neked mi okozott örömet ebbe az elmúlt egy hétben a focival kapcsolatban. Nekem egy ilyen nagyon aranyos videó volt a Fullemnek a, a Twitter csatornáján, vagy ott láttam ezt a videót. Van, a, van most egy ilyen trend a Twitteren, ez a Barclaysman című Hashtag, illetve ugye ez azt jelenti, hogy a, a Barclays Premier League ugye 2001 és 2016 között volt, vagy a Barclays a szponzora volt a Premier League-nek ez alatt a 16 év alatt. És ö, ilyen klasszikus videókat, régi játékosokat hoz fel ez a, ez a trend, ugye itt a Okocsától elkezdve a, a Gerard, akik, mert ugye így tényleg ezek a klasszikus játékosok, és a Fulhamnél volt egy ilyen videó, hogy nek a, a jelenlegi csop, első csapatnak a játékosait kérdezték, hogy ki a te bárklizmenet, hát ki, ki a te embered ebből a korszakból, és a, a fullem nevelés Szeszenyón, a zólit említette és bele is futottam pár gerás videóba így a Twitteren, és valami elképesztően jó játékos volt szerintem a, szerint a gázson. Én már nyilván én ezt így viszonylag tudatosan néztem már akkor is, és, és, és mindig is csodáltam, és, és... Öröm volt, öröm volt, ott őt követni Angliában, viszont ugye a Szeszenyon ugye ő labdát is szedett a Gerának, úgyhogy neki ő volt a bárklizmenje, illetve nekem is szerintem a Gera volt a mennye, és ez egy, ez egy ilyen nagyon jó, jó, volt ezt így, meg olyan nevek jöttek elő, mint a Pedersen, a, tehát hogy ilyen tényleg... Dilep. Dilep. igen, igen, nagyon nagy kla klasszik, klasszikusok, Ade becsúszás, becsúszása, hogy az szurkolok el egy kevésbé pozitív kontextusra. Attila? Hát nekem mondjuk, most azt kell mondjam, hogy most magam felé hajlik a kezem, és családi vonatkozásokat fogok mondani, mert mégis nem tudok elvonatkoztatni attól, hogy, hogy egy hétvégén két vereséges meccsen ültem végig, a, pontosan egyiket a tévé előtt ültem végig, másikat meg a lelátón fagyoskodva, de mégis ö, valahogy olyan jó érzéseim vannak, mert hogy a Budafok is kikapott három nullra a Fladitól a kupa meccsen, és a kisebbik fiam csapata a Naftalendva is kikapott három egyre a céljétől, de egyrészt a kisebbik fiam lőtt egy akkora volt, hogy, hogy ö, hát az, az, az tényleg elképesztő volt. Másrészt meg ami 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 engem egy furcsa módon nagyon melengeti a szívemet az, amikor a Fradi tábor a, a, Dávidot lila kurvázza, akkor, és ezt tényleg nem negatív értelemben mondom, akkor az nekem nagyon jól esik. Tehát az, hogy, az, hogy egyrészt a Fradi tábor emlékszik arra, hogy a Dávid három égő volt az Újpesten, is. szerintem, hogyha akkor nem Nebojsa Vigyelvisnek hívják az egyzőt, akkor a mai napig ott lenne a Dávid annyira szeretett ő ott, ott futballozni, és annyira magáinak érezte azt a klubot, hogy erre emlékszik egy, egy a Budafoknál, hát mennyi 800 ember biztos volt ott a Fradi táborban, és kórusban ezt üvöltik neki, az, az nekem egy, 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 nagyon jó élmény volt. Én a harmadosztályból hoznék, a magyar harmadosztályból hoznék egy sztorit. A Dorog FC-nél úgy döntöttek, hogy a kisiskolások között szétosztanak jegyeket, és mindenkit beengednek ingyen a csapat bajnokiaira az egész szezonban. A helyi vodáknak is biztosítanak emellett 50-50 belépőt a hazai mérkőzésekre. Szerintem ez egy nagyon jó kezdeményezés és egy követendő példa azért, hogy itt a helyi csapatokat is megszeressék ott a helyben felnövő kisgyerekek, és közelebb hozzuk a labdarúgást a fiatal korosztályhoz is, úgyhogy hajrá dorog, hajrá magyar foci! Köszönöm, srácok, hogy itt voltatok ma is, és köszönöm, hogy hallgattatok, néztetek minket. Sziasztok! Sziasztok, köszönöm!